Kezdi csókolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, a jegyzőasszonyt, főjegyzőasszonyt, mindenféle titulusán látott hivatali dolgozót. Én úgy gondolom, hogy köszöntöm még a intézmények vezetőt, akik látom szép számmal megjelentek és figyelik a testületi ülést, és minden meghívottat, aki ezekhez a napirendi pontokhoz valamilyen módon csatlakozik és valamilyen módon kapcsolódik. Én azt láttam, hogy a testületi ülés megkezdésének nincs akadálya. Két fő hiányzik, Ander István kezelésen van. Jobbulást kívánunk neki. Halász Istvánné telefonált, hogy valamiért el kellett neki utazni, és nem tud itt nem. Tehát mind a kettő igazolta a munkából a mai testületi ülésről. A testületésünket tehát megtarthatjuk, határozott képesek vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a napirendi pontot mindenki megkapta, mindenki átnézhette. Megkérdezem, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, vélemény vagy javaslat? Napirend után is rájön most már. Köszönöm szépen, jelenkezőt nem látok. Megállapítom, hogy a napirendi pontokhoz hozzászólás nem volt, hogy a napirendi pontokat tudjuk tárgyalni, jegyzőkönyvvezetőt kell választanunk. Ander képviselőtársunk ugye kezelésen van, és jobbulást kívántunk neki, kívántam neki az egész testület nevébe. Én azt kérdezem, hogy Editke, önként elvállalod, ugye? Köszönöm szépen. Akkor aki egyetért azzal, hogy Editke legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, az jelezze. Köszönöm szépen, a jelenlévő képviselők egy hangulat támogatnák. A napirendi pontokat mindenki átnézhette, megkezdhetjük a napirendi pontok tárgyalását. Első napirendi pontunk. Napirend elfogadása. Ja, napirend elfogadása. A hitelesítő megválasztása után, mivel nem volt a napirendhez szólás, vélemény, más javaslat, ezért azt kérdem képviselőtársaimtól, hogy szavazzon mindenki a napirendi pontokról, amit megismerhetett írásban. Köszönöm szépen, a jelenlévő képviselők egyhangulag egyetértenek azzal, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk. Akkor megkezdjük az ülésünket. Az első napirendi pontunk tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Ez az első napirendi pont első része. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kérdése valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Köszönöm szépen, négy képviselőtársam jelenkezett, megadom szót Remes Gábor képviselőtársamnak. Köszönöm, polgármester úr, képviselőtársak. Négy dologban érdeklődnék. A május 1-e az egy ilyen nagyon elhíresült dátum a város életében. Nem a régi május 1-e miatt azt mondták, hogy akkor nyílik a kemping, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami hír, mert hogy elindult ugye lassan a szezon. Ugyanígy május 1-e volt a strandfelújítás végső időpontja, a külső medencék felújításának ezzel hogy állunk. Kérdezném, hogy a panziónál létrejött el egy csere, amikor parkolóhelyet adtunk, az állítólag indukálta volna egy építkezés megkezdését. Én semmi jelét nem láttam, hogy elindult volna egy építkezés, hogy az ügyben lehet-e tudni valamit. A közmunkaprogrammal kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a negyedik napon vagyunk a héten, a harmadik munkanapon. Én ahányszor jöttem be a városba, ugyanazt a hét embert ugyanazon a helyen látom. Már 80 négyzetmétert lekaszáltak, tehát lehet, hogy meg kéne őket egy kicsit noszogatni. Az utolsó témám pedig, hogy a szálló, a Boróka szálló, volt Boróka szálló hőszigetelése elindult. Ez mit jelent? Lehet erről valamit tudni, hogy esetleg befejeződik ez a felújítás, lesz-e valamikor ott megnyitó? Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Szalai Balázs alpolgármester úrnak adom meg a szót.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Két ülés közöttében két kérdést szeretnék feltenni. A város lakóitól nagyon sok kérdést kapunk abból az irányból, hogy hogy áll a hajó javítása, vagy annak az előkészülete. Második kérdésem pedig a szökőkutakkal kapcsolatban lenne. A városnak van két többre érdemes szökőkutya. Az egyik a gyikoskút, ami már egyszer bronz formájába valaki eltávolított polgármester úrnak, az nagyon sok energiájába került, még pótolni tudtuk, igaz, hogy csak gránitból a gyíkot. Arról már rekerült a téli nagy kabát, de még nem üzemel. A másik a golyós kut, amit ajándékba kaptunk a város egyik vállalkozójától, az meg még a mai napig bedeszkázva csúfoskodik a város egyik főterén. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Kós Csaba képviselőtársam. Parancsolj. Tisztelt polgármester úr, két kérdésem lenne. Érdeklődöm, hogy a gimnáziumnak a konyhája hogy áll. Április végére volt erről láthatólag betervezve, hogy elkészül. Jelen pillanatban hogy áll, illetve az legutóbbi testületi ülésen ugye megszavazta a testület a Május egy utcai lakásnak az értékesítését. Ezt sikerült eladni, hogy áll, ha nem sikerült eladni, akkor mi a terv vele? Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Kisem János Attilának adnám meg a szót. Polgármester úr, nekem egyetlen kérdésem lenne, ezek után a többit az már okafogyottá vált. Beszéltél Kis Gábor Ferenccel, Exante Kft. Pályázati szakértőjével, ez a kultúrák összefogása közösséget, erről a pályázatról, hogyha három mondatot ő tudná nekünk mondani, tájékoztatást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más ellenkedőt nem látok, megpróbálok nála szólni. Sorrendben, ahogy feltettétek a kérdéseket, képviselőtársaim. Ugye a kempinggel kapcsolatban tárgyalások folynak, utoljára ugye abba egyeztünk meg, ők nem nyitják meg a kempinget, átadják nekünk, hogyha tudjuk. Ez annak a feltétele, hogy mi átadjuk, átveszítjük üzemeltetésre, hogy én azt mondtam, hogy 5 éves időtartamra veszik csak át, mert egy évre nem veszem át. A másik dolog az, hogy az első évben nem fizetnék érte bérleti díjat. Tudom, hogy ez nem illik, mert zárt ülésen kellene, mert olyan dolgokat mondunk, amit nem, de mégiscsak kénytelen vagyok kérdésre válaszolni, ugye. A harmadik pedig az, hogy a kempinggel tulajdonképpen nem tudunk mit csinálni, ugye magánkézben van, a befektetővel, az építetővel meg tudunk egyezni. Ennek az összesnek, a tárgyalásnak az alapja az, hogy ők adják be az építési engedélyt, folytassák le, kapják meg az engedélyt a kempingre, és úgy, mint üzemeltethető egységet vesszük át, és ennek a tárgyalásnak nem értem még a végére. Ugye május 1-én azért kitűnt abból, hogy ők nem nyitják meg május 1-én most sem. De ezzel tulajdonképpen nem tudok mit csinálni, csak tárgyalni tudok, és megpróbálok valamilyen megoldást találni. Ez volt az, hogy akár átvesszük és hozzátesszük a fürdőhöz üzemeltetésre. Itt az egyedüli kikötés az, hogy 5 évnél rövidebb időtartamra nem veszük át, és az egy év az pedig bérlet, tehát a ráfordított költségek miatt, amit én úgy számoltam, hogy az talán fedezi azt, hogy be tudjuk indítani azt, amit az alatt az idő alatt be tudunk szedni. Én nem tudom, az építési engedély hogy áll. Akkor, mikor én kérdeztem, akkor azt mondták, hogy be van adva, utána még mindig hiányzott valami, most nem tudom, hogy áll a mai napon. Ez a valóság. Ugye a motor építkezésével, ez gondolom a sarki, tehát a panzió. Ugye itt mi parkolóra nem adtunk át helyet, téves az információ, képviselőtársam, mi cseréltünk egy területet, amelyik parkolóra nem elég, bent se elég, kint se elég, és ezt a területet már a levődő testületünk is elmondtam a polgármester úr kérésére. Ugye, hogy ezt a területet azért cseréltük el, mert a terület úgy lett eladva, hogy körforgalom széléig tulajdonképpen magánkézben volt a terület. Tehát se rendet, se járdát, semmit nem tudtunk volna építeni. Azt a belső területet, amelyik vonalban ott van a
régi lányiskolának a hátsó épülete mellett ott adtunk át egy részt, és ezt a területet azért cserítük el, akkor is ez volt az indok, hogy ott a járdát ezen az oldalon is tudjuk megcsinálni. Ezen az oldalon is ugyanis nincs járda a körforgalom mellett. És nem is volt szabad terület, nem is volt területünk, ahol valamit csinálhatunk volna. Hogy ezt ne lehessen megakadályozni, ezért volt az a csere. Az biztos, hogy volt ígéret, hogyha a kempinget átadják, befejezik, akkor elkezdik ezt, de ugye ez megint csak magánkézben van, és próbálunk tárgyalni, de ugye én azt látom, hogy ez egyelőre halott ügy, ezt nem fogja a vállalkozó megcsinálni, legalábbis ebbe az évben nem fog hozzányúlni, én úgy gondolom. Ugye a külső medence, az nem volt kérdés. Az volt a második. Stand külső medencének a felújítása, mint tudja mindenki, föl van töltve vízzel, használják az emberek. Egy kicsit több volt a probléma vele, mint amennyit láttunk, tehát nem egy réteget kellett lebontani, én csak ezt a szakmai szöveget tudom mondani, hanem többet. És ezért terveztem azt, amikor a képviselő hölgyeket, urakat hívtam arra, hogy nézzük meg a strandot, mert én is láttam, hogy lényegesen több munka van a felújításával, mint amennyit beterveztünk. Tehát ez összegszerűen is fogja érinteni a város költségvetését, illetve a városgazdálkodás költségvetését, ezen keresztül pedig a miénket is valószínű. Én úgy gondolom, hogy jó lett volna, hogyha az egy képviselőn kívül más is eljött volna arra, hogy megnézzék azt, hogy mennyi plusz munkát kellett elvégezni azon. De azt tudom jelenteni, hogy tulajdonképpen készen van, jó minőségben készen van, olyan anyagok használatával, amelyik garantálják a minimum 10 éves használatot, 15 éves használatot, annélkül, hogy ilyen problémák lennének. És pluszba, amit megcsináltunk, az pedig a belső termál résznek a leburkolása, mert balesetveszélyes volt, sikos volt a burkolat, nem volt jó. Ez is elkészült. Azt tudom mondani, hogy készen van. A közmunkásokkal ugye az átszervezések miatt probléma volt, egy csomó embert kivettek, egy csomó ember bekerült, egy csomó ember olyan volt, és ebben nem is akarok tovább foglalkozni, mert abban kell főznünk, amink van. Tehát, hogyha éveken keresztül, vagy több hosszú időn keresztül rászoktattunk valakit, hogy tudjon kaszálni, azt majd utána megkapod a szót. Ugye kaszálni tudjon, és rendet tudjon tartani, vagy legalábbis érezze azt, hogy mit kell neki csinálni, mi a feladata, azokat elviszik képzésre, stb., akkor mi nekünk problémánk van, átszervezés kell, és akkor kezdődik előről az, amit minden közmunka program megszervezésénél végig szoktunk járni, de erre majd az igazgató úr választ fog adni, ugye. A borókával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ugyancsak beszéltem a tulajdonosokkal, azt mondták, hogy az idén őszig megcsinálják a külső részt, tehát rendbe teszik. Természetesen nem csak a vakolatot, lebontják azt a kerítést, amely körülötte van, és parkosítják azt a részt, hogy legalább a látkép legyen olyan, és utána megcsinálják a belső részt, tehát azt is nekiállnak és befejezik. Én nekem az az ígéret van, de ezt félve teszem meg, ugye, mert nem én teszem ezt az ígéretet, hangsúlyozom, hanem a vállalkozók, hogy a tavasszal ezt elméletileg be lehetne üzemelni. Tehát a borókát. Tehát úgy néz ki, hogy a boróka előbb el fog készülni, legalábbis a mostani vélemények alapján, mint a motel, mert arra nem tudok ilyet mondani. Tehát ezt tudom mondani, hogy most a nyár végére, az őszre a külső rész a parkosítással együtt, a vakolással együtt, tehát a külső résznek a felújításával együtt elkészül, a télen, a tavaszra, mondjuk úgy május-júniusra, de én ezt nem én ígérem, hangsúlyozom, csak közvetítek, arra elkészülhet a belső rész is, és utána valahol, valamikor abban az időszakban akár fogadni is lehet. Én elmondtam nekik, hogy minden szálláshelyünk 100%-ra van lefoglalva, tehát egy hiány pótló beruházás, amelyikre azt is tudtam mondani, hogy a mostani számítások szerint nagy valószínűség, hogy ezek is lesznek foglalva, és ezek is használva lesznek. De ugye más nem tudok mondani, ugyancsak magánbefektető, akivel nem tudok mit kezdeni, csak kérni és tárgyalni tudok vele. Ezeket a kérdésekre, azt hiszem ennyi kérdés volt, ugye képviselőtársam, ezeket a válaszokat adtam volna. Most akkor mielőtt tovább mennék, megadnám igazgató úrnak a szót, hogy a közmunkával kapcsolatban hagyjon tájékoztatást. Szépen, csak annyit szeretnék mondani, hogy
Ha akkor szólnak, amikor ezt látják, akkor rögtön megyünk megnézni. Megint volt már múlt héten is egy pár bejelentésünk, nem csak a mi embereink vannak kint a városba, és vakrepülés volt, tavaly is volt ilyen, tavaly előtt is volt ilyen, hogy kártyáznak, nem kaszálják a partoldalt, nem csinálják, és amikor kimentünk, akkor kiderült, hogy nem is a mi embereink. Tehát azért mondom, hogy ha akkor, amikor ilyet lát, és nekem telefonál képviselő úr, vagy bármelyik képviselő, akkor megyek és le tudom ellenőrizni, de most jelen pillanatban is 3 brigád dolgozik kint, akik nem a miénk. Tehát azért, hogy tudja különbséget tenni, meg tudja mondani, mert ez így most tág, és múlt héten is volt olyan, hogy bejelentés érkezett, hogy nem dolgoznak, ülnek, és nem a miénk voltak. Tehát csak ennyit szeretnék kérni bárkitől, hogy ha rám szól, akkor rögtön megyünk, megnézzük, és akkor tisztázzuk ezeket a dolgokat. Azért mondom, hogy ha rám szólnak telefonon, akkor ezt rögtön le tudom követni. Ez új info. Tavaly is volt már ebből probléma, meg tavaly előtt is, mert... Zoli, konkrétan az Imonya-patak. Az Imonya-patak. Igen, tavaly is ott volt probléma, illetőleg a Drávai strandnál volt probléma, amikor a patakparton voltak, mert a vízügy az kivezényli az embereket, de nem ellenőrzi. Kérem. Köszönjük. Ugye akkor így már érthető, akkor azt kéri igazgatóra, képviselő hölgyektúróktól, hogy akkor szóljanak, és akkor megpróbáljuk azt a tájékoztatást, ami azokra az emberekre vonatkozik. Ott is van közmunka, ott is kivezénylik őket, és ezen a területen vannak olyan részek, amelyik nem hozzánk tartoznak. Mondjuk a vízfolyások, stb. És nem mondanák mást. Köszönöm szépen, igazgató úr. Szalai alpolgármester úrnak próbálok válaszolni. A hajóval kapcsolatos dolgokkal képviselő alpolgármester úr tájékoztathatott volna. Én most tájékoztatom, hogy Bajával a tárgyalás folytatódik. Itt van nálam egy ajánlat, amelyikre a sólyázást és a többit meg lehet csinálni. Sajnos az, amit Barcson terveztünk, hogy előre láthatólag Darúval kiemeljük, nem vállalták be a darusok. Tehát lejöttek, és nem vállalták be, ezért próbáltunk egy olyan helyet szerezni, ahol sólyázni lehet, ahol megvan a sólyatérnek a kocsis része is, amelyeken ki lehet vontatni a vízből, ki lehet húzni a hajót. Tudnék, a hajónak a tuskók következtében, tehát a drávai problémák következtében olyan baja van, hogy ráz a tengely, és nem tudjuk, hogy csak a tengely, vagy a csiga is ráz. Ugye ez pedig olyan hibákat okoz, amelyik vízbeszivárgást, a kitámasztásnak a meglazulását okozza, és ezt nem szeretnénk. Ugye a utoljára, amikor a két, azt hiszem kettő volt ebben az évben, vagy három kimenetel, akkor is egy hatalmas tuskó került be a két csiga közé, amelyikkel hát nagyon nehezen bírtak, és ugye utána még csak romlott a helyzet, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt így nem megyünk neki így a szezonnak, mert nem fogjuk tudni végigcsinálni, az pedig rosszabb lett volna. Azt is el kell mondanom, hogy a jelenkezés az már lényegesen több, mint amennyi tavaly volt, tehát az igény, és ezért próbáljuk minél gyorsabban azt a bajai helyet megszerezni, ahová el tudjuk vinni a hajót. A hajó odáig föl tud menni, abban nincsen gond, tehát járóképes a hajónk, de olyan rezonanciák vannak, amelyik élvezhetetlenné teszi a hajózást és a kirándulást. Tehát nem lehet vele megcsinálni. Még arra kértek ugye pont a hajósok, hogy a vízügyi igazgatójával beszéljünk, ugye, hogy a hajóutat, azt a részét, amelyiken a most már tulajdonképpen járatszerű hajózás van, ugye a mi hajón közlekedik, azt próbálják megtisztítani. Tudnék, a Drábán elméletileg van kijelölt hajóút, és gyakorlatilag pedig nem teszik tisztába, nincs gondozva. Ezt megpróbáljuk megbeszélni a vízügyel. A hajónkat rövid időn belül éppen most kaptam egy ajánlatot, amit bekértünk, igazgató úr hozta, bajaiak válaszoltak, hogy tudják fogadni, időpontot most nem adtak, de azt kell leegyeztetni. Az összeg nem nagyobb, mint amennyit terveztünk erre a javításra. A hajót természetesen
hogy mondjam, részletebbé átvizsgáltuk, mert muszáj volt, mert amikor repedés keletkezik valahol, vagy szöges meglazulás van, és kis víz is befolyik, akkor is szivattyúzni kell. A hajó belse nagyon jó állapotban van, de ez nem is probléma, ugye hát alumínium hajó, nincs sorsnásodás. Megbeszéltük, hogy a hátsó részen, hogyha lehetséges, akkor a hátsó kitámasztást másképp oldjuk meg, és egy kicsit erősítve teszik föl, hogyha lehetséges a hajó faránál. Ettől még a tuskó ugyanúgy tuskó, ettől még a lehetséges probléma az ugyanúgy fölmerül, ettől még ugyanúgy rászaladhat a hajóvezető, mivel lefele nem lát, mélységében nem látja, hogy egy ilyen nagy víz, mint ami most is volt, milyen akadályokat hoz és hol teszi be. Ezt úgy kell kitapasztalni, de megpróbáljuk. Ennek ellenére azt mondom, hogy a hajónak a fenntartása fontos. Tavaly ugye 3100 valamennyi utasunk volt, aki idejött Balcsra, a hajót igénybe vette. Az idén várhatóan az előzetes bejelentés és igények alapján ez lényegesen több, körülbelül a másfélszerese lenne. Azok a csoportok, akik tavaly itt voltak, az idén is jelentkeztek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a hajójavítás minél előbb meg kell csinálni. Erre mihelyett konkrét dátumot és a felmérés elkészül, azonnal elviszük fel. Annyit még el kell mondanom, a hajónak a bajáig való útja az durván 2 nap a határkilépéssel együtt, mert ugye az is probléma, mert egy határon át kell menni a hajónak. Ezt tudnám mondani, mindenképpen meg fogjuk csináltatni, én úgy gondolom, mert muszáj. A szökőkutakkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ugye amennyire tudjuk, csináljuk a szökőkutakat, nem május 1-re akartuk, hogy mondjam, megnyitni, hanem tisztába tenni, de próbáltuk előrehozni, amennyire lehetett. Ugye áprilisban semmiképpen, de hát áprilisban már olyan jó idő volt, hogy kénytelenek voltunk vele foglalkozni. Ezt meg is csinálták 2 szökőkut esetében, amelyik rendben volt. A harmadik a golyóskut, amelyiket alpolgármester ugyanúgy tájékozódhatott volna róla, hogy hova vittük le, hogy le kell tisztítani a golyót, rend volt a adományozónál, aki szakember ebbe, és ugye megpróbáljuk megoldani azt a fajta feltöltést, amelyik tavaly is probléma volt, tavaly előtt is, ugye, és azon a technikai részen változtatni. Még mielőtt bárki fölteszi a kérdést, és ugye mivel ott vagyunk a golyóskutnál, azt mondom, hogy mindenki látta, hogy az állványozás elkezdődött, tehát annak a falnak a rendbetétele megy. A lakók hozzájárultak a... Jó. Tehát a lakók hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a részt megcsináljuk, ellenben nem járulnak hozzá anyagilag. Tehát a városnak kell megcsináltatni, ennek ellenére testület elé hozzuk, hogy döntsön a testület abban, hogy ugyanazokkal az összegekkel durván, ami tavaly került, ugyanazokkal az összegekkel ezt a falat is rendbe tesszük, és erre is egy kép kerül. Arra az Ivánnal, tehát a művésszel megbeszélve, ugyanúgy egy tervet, egy elő látványtervet, vagy látványrajzot fogunk behozni, és meg lehet mondani, hogy az az elképzelés, amit ő elképzelt, az jó vagy rossz. Ugye... Azt hiszem, alpolgármester más nem kérdezett. Igen, itt gyakorlatilag gimnázium konyhájáról van szó, amelyik tulajdonképpen készen van. Tehát készen van, beüzemelve még nincs. Működik minden, a Dédásztól még egy vezetéket kell bevinni, egy új vezetéket, amelyik ebben, tehát energiával onnan látják el, de a régi vezetékről bekötötték, tehát ki van próbálva minden. Azt hiszem a tetőjavítás is most egy-két napon belül. Ugye lehet. Ennek a határideje azt hiszem június 14-en, hogyha jól tudom, a befejezési határideje. Tehát bőven elméletileg még benn vagyunk, de ennél gyorsabban szerettük volna megcsinálni, és ez elméletileg sikerült is. Tehát ezzel úgy állunk, a kivitelezést az végig néztük, a szakemberek is, tehát akik üzemeltetni fogják, akik dolgozni fognak benne, azok is azt mondták, hogy ez így szuper jó a másikhoz képest. A lakást
Meghirdettük, a pályázat lement, jelentkező nem volt, de utólag megint érkezett ajánlat, hogy ennél kevesebbért megvennék. Ugye ezt a pályáztatás alkalmával a fölértékelésnél kevesebb pénzért nem tudjuk eladni, ez városi vagyon, ahhoz külön döntés kellene, hogy eladjuk olcsóban. Tehát ezt tudom mondani, pillanatnyilag azt hiszem, hogyha jól tudom, ha el akarjuk adni, újabb kiírásra van szükség, újabb pályáztatásra, így van. János, a pályázatról kérdeztél. Ugye a pályázat folyamatban van, hála Istennek beindult. Tehát az összes olyan ember, aki ebbe a pályázatba dolgozik, az föl van véve, csinálja a dolgát. Úgy tudom, hogy a múlt szombaton, mint ahogy nem úgy tudom pontosan, mert hát lent voltam, te is bent voltál, az az ingyenes szűrőlap, amelyik ennek kapcsán készült, az megvolt. Ezzel kapcsolatos összes olyan rendezvény, amit meg kellett csinálni, megvolt. Tehát a pályázat folyik, most fogjuk bevonni azokat a szervezeteket, és azokat azt kell megoldani, hogy az egészségügyi kivizsgáláson vagy vizsgálatokon kívül még a lakossággal hol kell foglalkozni, ezt kell megszervezni. Ezen kívül ugye ebben van egyfajta beszerzés, amelyik úgy tudom, hogy folyamatban van, és a járóbeteg ezen keresztül kap olyan eszközöket, amelyikre szüksége van. Tehát folyamatban van, rendben van, egyetlen egy probléma volt, és a pályázatot kicsit át kellett alakítani, mert a pályázat már régen volt kiírva, és olyan bérek voltak benne, amelyikkel nem lehetett foglalkoztatni, ezt is el kell mondani. Ez rendben van, tehát átcsoportosítás úgy néz ki, hogy rendben van, tehát a béreket is rendbe tettük ott, hogy érdemes legyen abban a pályázatban is embereknek dolgozni, és ne nagyon kevés pénzért kelljen. Ezek voltak a kérdések. Nem tudom, hogy elfogadhatók-e a válaszok. Véleményeket kérdezek. Remes Gábor képviselőtársam, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. A panzió körüli telekcsere én emlékeim szerint úgy zajlott, hogy megkeresett minket a tulajdonos, hogy ő nem építheti meg panzióként, ha nincs 500 méteren belül egy kellő méretű parkolóterület, ami a vendégszámhoz alkalmazkodik, és ennek kapcsán merült föl, hogy a lányiskolából, ha mi kihasítanánk egy darabot, akkor cserébe odaadná a járdát, és akkor milyen jó lenne nekünk. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy volt mellette egy olyan ígéret, hogy ha ez megvan, akkor viszont semmi akadálya, hogy elinduljon az építkezés, és ezt várjuk most már évek óta, hogy elinduljon az építkezés. Azért kérdeztem, hogy lett-e újabb ígéret. Köszönöm szépen. Egyetértek képviselőtársammal, de most se tudok más mondani, mint hogy magánberuházás, magántulajdon, a tulajdonos azt csinál vele, amit akar, szinte azt mondom szó szerint, mi kérhetünk. Ezt mindig meg is teszem, tehát tárgyalok velük, amit megígérnek, azt nagyon úgy nézett ki, hogy nem tartották be, én is látom, de ugye nem tudok többet kell. Nincsen szankció a kezünkben, de ezt jegyzőszön talán elmondja, hogy semmiféle olyan szankció, amelyikkel kényszeríteni tudnám, akár más tulajdonba kerülését, akár az eladását, tehát akár vagy valami olyan szankció, amelyikkel a kivitelezést tudnám gyorsítani, nincs a kezünkben. Jegyzőszön, kívánsz reagálni erre? Így van. Tehát nem tudok vele mit csinálni, de mindent elkövetünk, ugye, amit lehet. Ráadásul itt ez át is alakult, mert már itt bontásról is beszéltek sok mindenről, tehát komplikált a helyzet. Ez már nem is panzióról. Apartmanházról van szó, utoljára már. Az utolsó variáció. Így van. Tehát, de hogy mi lesz ebből, azt nem tudom. Szalai Balázs, alpolgármesterről parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester. Két kérdést bátorkodtam föltenni. Az egyik a hajózás volt. A polgármester arról tájékoztatott, hogy bármikor érdeklődhettem volna. A polgármester most se tudott rá konkrét választ adni, és azért most kérdeztem meg, mert még az utolsó pillanatban is alakulnak a dolgok, és nem tud rá konkrét választ adni, mikor tudják fogadni a hajót. Ebből nekünk minden nap pénzkiesésünk van, hogyha a megrendelést kell lemondanunk. Második kérdésem pedig a szökőkutak voltak, lassan már június elején volt erre a kérdésemre, egyáltalán nem kaptam választ, hogy ezek miért nem lettek elindítva. Köszönöm.
részvényes igazgató úr, válaszolja a alpolgármester úrnak, hogyha ennyire tájékozatlan, hogy mikorra volt tervezve a szökőkutak elindítása, és arra el is indultak a szökőkutak, és a golyós kut az miért nem indult el? A május folyamán elindítottuk a szökőkutat, a gyíkos kút az egy ivókút, az már tavaly sem csorgott, mert a vízfogyasztása a folyamatos csorgás miatt akkora volt, úgy tudom, hogy azért nem volt elindítva tavaly se a víz rajta. Nagy nyári forróságban, kánikulában kaptunk rá külön utasítást, hogy nyissuk meg vékony csorgásra, de horribilis vízfogyasztása volt a kútnak, tehát azt azért nem indítottuk el, mert még olyan kánikula nem volt, de hogyha utasít minket az önkormányzat, hogy indítsuk el, mert kánikula van, vagy valami van, akkor megy. A másik két szökőkutat azt május 1-jére elindítottuk, tehát az OTP-s meg a körforgalmas az működik, hogyha polgármester vagy alpolgármester úrnak mondja meg, hogy mi a problémája vele, azt igyekszünk rá válaszolni, vagy megnézni, de azt is május 1-jével elindítottuk. A golyós kút nincsen felállítva, mert a golyós kútnál annak a vízpótlása, ez egy kerti szökőkút tulajdonképpen, oda mi naponta vittük a vizet, most ültetjük a virágokat, onnantól kezdve a traktorral, amikor öntözzük a virágokat, akkor tudjuk majd tölteni. Tehát a napokban az is föl lesz állítva és be lesz indítva, mert gyakorlatilag abban az időszakban, amikor öntöző traktor nem jár, nekünk oda reggel is ki kell vinni 50 liter vizet, meg este is, vagy délután ki kell vinni 50 liter vizet. Ezért úgy szoktuk megoldani, hogy amikor a kis traktor viszi az 1 köbméter vizet és locsol, akkor tölti föl a kutat reggel is, meg délután is. Most kezdtük el az ültetéseket, ezen a héten, múlt hét pénteken, most kezdtük el a héten, indítottuk az öntözést, tehát a napokban meg lesz csinálva, gyakorlatilag június 1-re a golyós kút is állni fog, és beindítjuk. Köszönöm szépen. Kós Csaba képviselőtársamnak megadom a szót. Tisztelt polgármester úr, a gimnázium az 06-15-tel úgy értendő, hogy akkor ebbe a iskolai szezonban ez már nem fog működni, tehát szeptember 1-jével fog elindulni ott a főzés. Én ezt szűrtem le, csak légy szíves, erősítsél meg. A lakásnál pedig, hát nem kaptam teljes egészében választ, mondott, hogy jelentkezett újra egy vásárló. Tegnapi nap folyamán 6 darab lakásnak volt a licites versenytárgyalása. Hihetetlen igény van a lakásokra, tehát én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak vagy akkor most olcsóbáron el kell adnia, vagy egy kicsit rendbe tenni, és kiadni bérletre, hogy legyen bevételünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye a konyha az határidőre át lesz adva. Az, hogy mikor kezdenek bent főzni, azt én nem tudom. Ugye amikor szükség lesz rá, a képviselő úr is tudja, hogy nyári időben el tudja látni valószínűleg egy konyha, a közétkeztetést és a gyerekétkeztetést. Nem tudom, hogy mikor indítják be, biztos, hogy be fogják indítani, mert próbafőzésnek, tehát a konyhának a kipróbálását meg kell csinálni, nehogy véletlenül szeptemberben vagy a szezon indításán lehet. De ez természetesen hozzátartozik az átadás átvitelhez, amikor be lesz üzemelve. Ráadásul van ennek a pályázatnak egy olyan része, amelyik a betanítást is vállalta, tehát azt, hogy az új eszközöket hogyan fogják használni a szakemberek, az ott dolgozókat betanítják arra, hogy mit hogyan lehet csinálni. Tehát ez meg fog történni. Valószínű, én szerintem is, ugye a Dráva völgye megy, hogyha ott nem lesz semmi hiba, akkor valószínű meg fogjuk tudni oldani a főzést egy konyhával, de hogyha nem, akkor belép ez a konyha és a betanít, próbaüzem és a betanítás után. Én ezt úgy értettem. A lakásnak az eladását majd a testület dönt róla, hogy mit akar csinálni, hogy eladja olcsóban, hogy eladhatja-e olcsóban, ezt a jegyzőasszony majd megmondja, ugye mert itt azért vannak a vagyonnál megkötések, vagy pedig kiadja bérbe. Én azt is mondom, hogy ha nagyon akarjuk, akkor ezt tartsuk meg. De teljesen mindegy, nem egy lakáson múlik. Az is látszik, hogy a testület jól döntött,
ugye akkor, amikor a 88 lakás alsó részét megvette, de ezt pont tanácsnok úr mondta ki, hogy mekkora volt az igény. Barsony bizony, nagy az igény az albérletre, mert ugye a üres lakásokat általában nem adják ki. Vagy nem tesznek hozzá papírt, nem tudom miért, de teljesen mindegy, nincs kiadás, nincs albérlet, lehet, hogy ennek az oka megvan, és a tulajdonosok ezt tudják, mert nehogy Isten más célból vették a lakásokat, üres lakások vannak, ezt mondhatjuk, albérlet még sincs. Tehát ebbe a részbe úgy gondolom, hogy a testület akkor, mikor a 88 lakás megvásárlását ezen az áron eldöntötte, akkor jó döntést hozott, és ennek meg is van az első eredménye, amikor a pályáztatásnak vége volt, ugye az tegnap volt, és minden lakás elkelt volt, amelyik én szerintem irreális magas áron, de hát ez a pályázatnak a végeredménye. Ez nekünk bevételt jelent, és ebbe egyetértek. Az a kis lakásnak, az egynek a bevétele, az nem akkora, amekkora lenne, ugye a rajt lévő idézőjelben közműtartozások miatt, ugye az, hogyha megtartjuk lakásként, egy évig a szintjén fog lakni benn valaki. De lehet, hogy még tovább. Attól függ, milyen módszerre fogjuk a bérleményt kiadni. Most se értek egyet azon, hogy ne adjuk el a lakást, tehát adjuk el a lakást mindenképpen, mert ott arra a célra, amire azt a lakást akartuk használni, és az az egy lakás abban a nagy épületben nem jó arra, hogy mi ott külön foglalkozunk egyetlen egy lakással. Most is ez a véleményem, ami volt akkor, nem változott, de a testület döntése, hogy mit akar vele csinálni, nem az én döntésem, nekem csak javaslatom van erre. Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok, akkor szavazunk, vagy? Szavazunk. Jó. Akkor szavazás következik az első napi rendi pont első részéről. Kérem a képviselőtársamért, hogy szavazzunk. Kilenc igen, egy tartózkodással a képviselők támogatnák. Jegyző asszony, volt rendkívüli testületülésünk, annak a határozat ismertetni kell most. Bacsváros képviselőtestülete május 16-án tartott rendkívüli ülésén született határozatot szeretném ismertetni. Képviselőtestület úgy határozott, hogy a Bacsváros önkormányzata 2018 évi költségvetésében polgármesteri hivatal A épületének tetőfelújítása fejezeti címet Bacs belterületi útpályázata 2018 fejezeti címre módosítja. A betervezett 30 millió forint támogatási igénnyel és 10 millió forint saját erővállalásával tervezett összesen bruttó 40 millió forint fejlesztési költséget a Bajcsi-Zsilinszky utca felújítási programjának második ütemeként a Gárdonyi Géza utca és Vasvári Pál utca közötti 450 folyóméter hosszú szakaszának felújítására használja fel az előkészített és benyújtott pályázat alapján. Felhatalmazta a polgármestert a projekt pályázatának előkészítése és végrehajtása során keletkező dokumentumok aláírására. Köszönöm szépen, jegyző asszony. Rátérnék az első napi rendi pontunk második részére, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Anyagot mindenki megismerhette, képviselőtársaimat kérdezem, hogy kérdés az anyaggal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt is sem látok, szavazás következik, kérem szavazzunk. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egyhangulat támogatta az első napi rendpont második részét. Harmadik részre térnénk át, beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésről. Anyagot itt is mindenki megismerhette, megkapta, ki lett küldve. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy kérdés a harmadik résszel kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt is sem látok, szavazás következik, kérem szavazunk.
Köszönöm szépen. Képviselőtestület testület támogatta a beszámolót, harmadik részét. Második napi rendi pontunkra térnénk át. Beszámoló a Balstek Szociális Foglalkoztató Non-Profit Közhasznú Korlátolt Felelősség Társaság munkájáról. Igazgató asszony. Bizottságok tárgyalták. Jogi Egészségügyi Bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, megtárgyalta a bizottságunk az előterjesztést, és mind a beszámolóról szóló határozatjavaslatot, mind pedig az ügyvezetőasszony díjazásáról szóló határozatjavaslatot 5 igen szavazattal egyhangulag támogattuk, és elfogadásra javasoljuk a képviselőtestület számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság a beszámolót megtárgyalta, és a beszámolót 5 igen szavazattal egyhangulag támogatta, illetve a beszámolónak a 2-es számú mellékletét, amiben az ügyvezető igazgatóasszonynak a díjazása van, szintén 5 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen a bizottsági véleményeket. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt itt sem látok. Nekem lenne véleményem. Megköszönjük a munkádat. Úgy néz ki, hogy fejlődés van. Bízom benne, hogy jövőre, amit megbeszéltünk, az a fejlődés is be fog következni. A lehetőség megvan rá. Parancs. Tisztelettel köszöntöm én is polgármester urat és a képviselőtestületet. Néhány szót szeretnék én is hozzászólni a beszámolomhoz. Ezt szeretném mondani, hogy a Balcstex Kft. A Balcsváros foglalkoztatási feladataiban vállal jelentős szerepet. A tavalyi évben, 2017-es évben 44 főt foglalkoztattunk, ebből 19 fő volt a megváltozott munkaképességű személy. Elmondható, hogy a 2017-es évet eredményezett a társaságunk, amely eredmény nem jöhetett volna létre, hogyha Balcsváros önkormányzata és polgármester úr nem támogatja társaságunkat. Ezúton szeretném külön megköszönni a felügyelőbizottság tagjainak a támogató segítségét, Szabadi Józsefnek, Kós Csabának és Szakos Gábor uraknak. És végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a 2018-as évben is igyekszünk hasonló jó eredményeket elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szavazás következik, kérem képviselőtársaimat, hogy a 2-es napirendi pontról szavazunk. 2 szavazás lesz, bocsánat. Akkor az első részről szavazunk. Én van. Lemaradtál. Tudom. A szavazás, tehát a határozati pont második részéről is szavazunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazunk róla. Köszönöm szépen, a képviselőtestület támogatta a határozati javaslat mindkét pontját. 3-as napi rendi pontunk következik. Ja, bocsánat. Határozat ismertetése. Balcsváros önkormányzata képviselőtestülete, mint a Balcstex Szociális Foglalkoztató Non-Profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, egyedüli tagja, jóváhagyta a társaság munkájáról szóló beszámolót és a 2018 évi üzleti tervet. Ezzel egy időben figyelemmel a Kft. Felügyelőbizottsága javaslatára megköszönte az ügyvezető munkáját, és az ügyvezető havi bruttó díjazását 2018. június 1 napjától 10%-kal megemelte. Köszönöm szépen az ismertetést. Ugye a harmadik napirendi pontunk következne. Ez a Balcstex Szociális Foglalkoztató Non-Profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása. Ugye itt a felügyelőbizottságról van szó, felügyelőbizottság kíván szólni még a napi rendi pont előtt. Nem? Köszönöm szépen.
Azt tudom mondani, hogy két bizottság tárgyalta, jogi egészségügyi bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester, tisztelt képviseletestület, megtárgyalta az előterjesztést a bizottságunk, és a határozati javaslatban foglaltakkal, öt igen szavazattal egyhangulag egyetértettünk, és azt javasoljuk a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, tanácsnak úr. A pénzügyi városfejlesztési bizottság véleményét kérném. Tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és öt igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen, Csaba. A képviselőtársaimtól kérdezem, hogy a harmadik napirendi ponthoz kérdés van-e? Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezők is csinálok. Szavazás következik, szavazzunk. Köszönöm szépen, a képviselőtestület támogatta a parancsfejezetet. Barcsváros önkormányzata képviselőtestülete, mint a Barcstech szociális foglalkoztató non-profit közhasznú korlátolt felelősségű társaság alapítója, egyedüli tagja, jóváhagyta a társaság 2017 évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege 15 millió 90 ezer forint, a mérleg szerinti adózott eredménye 501 ezer forint nyeresség, mely az eredménytartalék javára kerül elszámolásra. A képviselőtestület jóváhagyta a társaság 2017 évre vonatkozó az előterjesztés első mellékletét képező közhasznossági mellékletet jelentést. A testület utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy a jogszabályokban meghatározott a számviteli törvény szerinti beszámolóra, a könyvvizsgálói záradékra és a közhasznossági jelentésre vonatkozó letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének tegyen eleget. Köszönöm szépen, jegyzi asszony. A negyedik napirendi pontunk következik. Barcsváros befektető beruházó korlátolt felelősségi társaság számviteli törvény szerinti 2017. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolónak jóváhagyása. Egy bizottság tárgyalta, pénzügyi városfejlesztési bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot öt igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Vélemény. Egy képviselőtársunk jelenkezett, dr. Nuszi Áthát, parancsoljáti. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt polgármester úr! Számomra az nem kérdés, hogy van-e létjogosultsága egy olyan vállalkozásnak, amely évek óta veszteséget termel, és a működésében nincs is benne a lehetősége annak, hogy ez változzon az eljövendő időben. Szerintem nincs létjogosultsága egy ilyen vállalkozásnak. Amit én rendkívül módon sajnálok az egészben, az az, hogy a Lipics igazgató urat évente ideültetjük a szégyenpadra. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a Lipics igazgató úr mind emberileg, mind szakmailag rendkívül magas szinten teljesíthetne, és rendkívül jó embernek és jó szakembernek tartom, és méltatlannak erre a szégyenpadra ültetésnek. Én úgy érzem, hogy az igazgató úrnak nincs felelőssége ebben a dologban, mert a KFT-t nem ruháztuk fel olyan feladattal, hogy egyáltalán nyereségessé tehetné magát. Így én az igazgató úrnak a felelősségét nem érzem ebben, érzem viszont a város vezetésének a felelősségét, és a mai napig nem tudom megérteni, hogy Barcson a turizmus, ami úgy volt, hogy mi a KFT-nek a szervezése alá helyezzük, és a KFT-t megbúzzuk azzal, hogy összehozza a barcsi turizmust, miért mostoha gyerek a mai napig, és évek óta miért mostoha gyerek a barcsi vezetés számára, és miért nem történik végre valami, hogy ezt a KFT-t nyerességessé tegyük, vagy legyen értelme a KFT létezésének. Így, ahogy van, hogyha nem ruházzuk fel semmilyen ilyen feladattal, akkor nem látom értelmét. Az meg, hogy a város vett egy hajót, ami nagyon szép is működik, és én most is azt mondom, hogy ez kellett,
és az, hogy vettünk egy sóraktárt, ami lassan a fejünkre dől, ez nem turizmus. Barcson turizmus nincs, nem foglalkozik vele a város, és ez számomra érthetetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További jelenkezőt nem látok, megpróbálok válaszolni. Képviselő úr, az, hogy nem foglalkozik vele a város, ezt vissza kell utasítanom. A legtöbb munkát a turizmusba fektettük. Az, hogy van, ahol nem fogadnak bennünket úgy, ahogy kell, ez egy dolog, ez egy másik dolog, és nem tudunk előre jutni. Az, hogy a sóraktárt megvettük, ne adj Isten, és az egy rom, ezt is aláírom. Ugye most van annak a felülvizsgálata, amelyik azt mutatja, hogy kell belőle lebontani részt, vagy nem kell lebontani részt, tetőt lehet rátenni, vagy nem ezekre a tartókra. Én úgy gondolom, hogy a sóraktár megvétele egy lehetőség volt arra, hogy turizmus legyen ebbe a városba, és biztosítsuk magunknak azt a lehetőséget, hogy nehogy úgy járjunk mondjuk, mint a motellen, vagy annak az eladásával. Tehát azt is látjuk, hogy a hajót, mint ahogy képviselő mondja, arra szükség van, mert azért vettük, hogy ugye abból a dologból kiindulva, segíts magadon, az Isten is megsegít, ugye, talán azt látnám, hogy ha a város akar turizmust, és ezért tesz is 20 milliót, vagy ennél sokkal többet, és dolgozik sokat, mert ugye a 10 milliós fejlesztésünk is azért lett véghez víve, és azért lett megterveztetve azzal, aki éppen megtervezte a strandot, és egy Kossuth-díjas építész, ugye. És hogy ebben a város nem foglalkozik, ez így azért kellett visszautasítanom, mert ebben rengeteg munkája van a városnak, akár a város hivatali dolgozóinak, akár a képviselőknek is, és pontosan tudjuk, hogy sokat. Valahol valamiért elakadt. Ezt kell megvizsgálni, ugye, hogy miért akadt el, hogyan, és ezért kell tovább menni. Én ebben nem akarok különösebben belemenni. Én úgy gondolom, hogy most a Barcs Kft-ről van szó, a Barcs Kft-nek a fenntartása nem mostani probléma. És abban egyetértek, hogy nem bántom a Lipecs Pistit, mert köszönöm szépen, hogy elvállalja ezt a munkát, és nem szégyenpadra ütetjük. Szégyenpadra talán azokat, akik nem segítettek, vagy nem voltak fogadókészek abban, hogy turizmus fejlesztessünk Barcson. Talán azokat lehet, hogy szégyenpadra kellene ütetni, de ez egy másik téma. Én úgy gondolom, hogy erre a Kft-re szükség van. Ha nem tartjuk fönt ezt a Kft-t, az a szervezés, amelyik ugye a 3000, több mint 3000 ember idehozatalát tette lehetővé a hajóval kapcsolatban, az nem lenne meg. Az a fajta kapcsolat, amit idáig képezettünk különböző szállodákkal és egyéb olyan helyekkel, akik csoportokat hoznak, az nem lenne lehetséges. Azok a dolgok, amiket ugye most már eladtunk valahol a saját területünkön kívül, hogy jelenkeznek cégek, társaságok, hogy hajózni akarnak, hogy jönnének ide, és mi kézzelába kapaszkodunk, hogy a Drávát be tudjuk mutatni, ugye, ez fontos. És ezért fontos a Barcs Kft. Is, mert valahol meg kell szervezni, még akkor is, hogyha az, ami veszteségként ott fönn van, azt valahogy el kell számolnunk. És úgy gondolom, hogy egy saját cégben van a legtöbb mozgása ilyen téren a városnak, mert hogyha ez egy költségvetési szervként működne, akkor egész másképp lehetne elszámolni, és nem lehetne ennyi emberrel megoldani azt, amit megoldunk, és nem lehetne több helyen. Én úgy gondolom, hogy erre szükség van. Annak ellenére, hogy egyetértek azzal, amit mondtál, hogy Barcson, ugye, odaütetni egy Kft-nek az éri lévő embert szégyenpadra, nem szégyenpad, Pisti, most is elmondom így nyilvánosság előtt, ez nem szégyenpad, köszönjük a munkát, mert ugye ezt ugyanolyan nehéz csinálni, mint hogyha pénzünk lenne. Jó lenne, hogyha valamivel fel tudnánk tölteni, ugye sok mindenben gondolkodtunk. De hogyha nagyon megnézzük, akkor pont az, mint a képviselő úr mondott, hogy nincs turizmus, van turizmus. Van turizmusunk részekben. Nincs turizmus összefogott, és ezt próbáljuk a hajóval, a fürdővel és egyéb dologgal összefogni, és egy komplett csomagba eladni. Arra, hogy erre nem kaptunk támogatást, azt meg kell vizsgálni, hogy miért nem. A város úgy gondolom, hogy mindent megtett azért, hogy ezt a támogatást megkaphassuk, mégse kaptuk meg. Utána kell ebbe az utolsó évben is, ugye választások voltak az utolsó évben is járni, hogy erre a területre is kapjunk pénzt, és lehessen beruházás. És még egyszer mondom, hogy amit képviselő úr kifogásolt, az a sóraktár, az egy lehetőség,
annak ellenére, hogy talán nem annak látszik, hanem egy romhalmaznak, mert valóban le van szakadva, és ahhoz, hogy le tudjuk azt bontani, ahhoz is kell egyfajta szakvélemény, hogy hol álljunk neki, és mi az, amit le kell bontani, és mi az, amit meg tudunk majd utána csinálni. Ugye, ha a képviselő úr látta, ugye, akkor lesz egy napirendi pont, amelyik ugyancsak ehhez csatlakozik, ugye, amelyik a lehetőségeinket faragta annyira, mennyire lehetett, és újra neki kell futni. Én azt mondom, nem, hogy nincs ebben munka, sok munka van. Ha nem egyszer, hanem kétszer kell neki futni, ha háromszor kell neki futni, akkor ugye háromszor kell neki futnunk, mert Varsmáros ezt megérdemli. Most az a kérdés, hogy ezt miért nem támogatják, vagy miért nem kaptunk erre valamilyen lehetőséget, az egy másik dolog, azt följebb kell vizsgálni, nem itt, mert azt is el kell fogadnunk, hogy Varsmáros a saját pénzéből, ami lehetősége volt, és én ahogy látom, azt meg is tette. Annak ellenére, hogy a Bars Kft. Veszteséges, annak ellenére én most is azt mondom, mint amit a bizottság is mondott, hogy ezt fönn kell tartanunk, mert ez a könnyebb mozgási tér akkor, hogyha bármi elindulna, hogy valamit tudjunk lépni, és nem a, hogy mondjam, a költségvetésen belüli korlátolt mozgás lehetőségünket próbáljuk kihasználni. Én azt kérem, hogy ezt képviselő úr gondolja át, fogadja el, és segítsen abban, hogy ennek a turizmusnak a lehetőségét tovább tudjuk vinni, annak ellenére, hogy pillanatnyilag nincs túl nagy támogatásunk ebben. Köszönöm szépen. Kérdések, vélemény? Nuszli Ápát, parancsolj. Tisztelt polgármester úr, elnézést, de nem fogadom el a választ, mert megint csak mellébeszélést hallottunk. Pont a polgármester úr fejezte ki azt, nem, én megszavaztam a hajót is, megszavaztam a sóraktárt is, és most is azt mondom, hogy ez egy lehetőség, és ez jó volt, és helyes volt. Én azt mondom, amit a polgármester úr is kimondott, hogy a város vezetése kellene, hogy összefogja ezt a turizmust, és összeszervezze ezt a turizmust, erre nem látok. És továbbra se látok, annak ellenére, amit a polgármester úr elmondott, és tényleg állnak a dolgok, amik vannak, de továbbra is annak látom a hiányát, hogy a város összefogja, mert helyettünk senki nem fogja összefogni ezt a turizmust. Pont az van, hogy fejetlenség van. Van egy strandunk, ami nagyon szép, van egy hajónk, ami nagyon jól működhetne, hogyha még jobban tudnánk működtetni, de tudjuk, meg tudjuk szervezni. Vannak lehetőségeink, de nincs, aki összefogja. És én úgy érzem, hogy ez a város vezetőségének a felelőssége, hogy ezt összefogja és megszervezze. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szalai Balázs, parancsolja a polgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szerintem a doktor úrnak a reakcióját itt félreértettétek valahol, mert nem a Lipics úr ellen ment, a magának a Kft.-nek a tevékenység ellen, és tényleg nem csinálunk más évek óta, csak föltőkésítjük ezt a Kft.-t, aminek egyetlen egy tevékenysége van gyakorlatilag a hajónak az üzemeltetése. Most ezt valamilyen szinten át lehetne gondolnunk, mert a városgazdálkodás egyrészt egy nagyon nagy falat, ami az Ungvári úrnak elég komoly feladatok okoz, mást is a fürdőnknek is van egy külön igazgatója, bár ott már Lipics úr újra lehet, hogy becsatlakozna az egész. Nem lehetne a stranddal közösen egy olyan Kft.-t alapítani, ami kizárólag csak a turizmussal foglalkozik, és akkor egy helyen meg lehetne keresni az egésznek évvégén a felelősét is, nem egy olyan Kft.-nek az ügyvezetőjén akarunk számon kérni valamit, ami az ég adta világon semmiről nem tehet, de a számszakilag látjuk, hogy azért elég komoly veszteséget okoz ez nekünk évente, még más oldalról meg minden fillért meg kell fogni az önkormányzatnak. Én azt gondolom, hogy ezt át kéne gondolnunk, hogy nem kéne kizárólag egy olyan Kft.-t alakítanunk, ami ezzel tudna foglalkozni. És ez lenne neki a fő profilja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más jelenkezőt nem látok, próbálok válaszolni. Ugye ezek a kifogások, hogy miért nem működik. A másik a finanszírozási oldala, amelyik, hogy hogyan. Ugye alpolgármesternek lehetősége van megnézni ezeket az adatokat, és javaslatot tenni erre. Képviselőnek is van erre lehetősége, és azt mondom, hogyha átnézik az adatokat, és erre tesznek javaslatot, akkor van miről tárgyalni. Pillanatnyilag általánosságokat hallottunk, mi letettünk egy javaslatot, illetve működtetünk egy valamit, ami működik. Amelyiket lehet finanszírozni, amelyiket föl lehet tölteni,
egyszer nézzék át már a fürdő adatait, képviselő urak, hölgyek, és utána meglátják, hogy miért nem lehet KFT-t csinálni. Ugye a KFT-nek egy dolga van, amit itt kifogásanak, hogy veszteséget termel. A fürdőhöz bármit oda teszek, veszteséget fog termelni. A fürdőnek a mostani 10 éves dolgainál, amikor felújítjuk, örülünk, hogy el tudjuk ezeket számolni, örüljük, hogy tudunk tenni valamit. Ugye a másik dolog, hogyha ezt bevisszük KFT-be, és veszteséget termel, ugye akkor nagyon nagy gond van, még akkor is, hogyha önkormányzati tulajdon, mert nem ezzel az összeggel kell kiegészíteni, hanem ennek a többszörösével. De örülnék neki, hogyha egyszer vennék a fáradtságot, leülnének, átszámolnák, és utána mondanának komoly javaslatokat. Mert ezek a javaslatok nem komolyak. Számszakilag átnézve abszolút nem komolyak, kivitelezhetetlenek. Ugye a felügyelőbizottság elnökével már többször beszélgettünk, hogy mivel lehetne föltölteni, akár a városgazdálkodásból kivéve tevékenységeket, amelyik nyereségesek. Ugye? De én úgy gondolom, hogy ennek még nincs itt az ideje, mert pillanatnyilag nem tudtuk ezt. De hogyha a képviselő úr, az alpolgármester úr ebbe tud valamit segíteni, nagyon szívesen venném, hogyha itt számszakilag leírnák, hogy ezért kell KFT-t alakítani, és ez a KFT utána nyereséges, és nem abba az utcába futunk be, hogy több 10 millióval fejeljük meg. Ugye ugyanazt a KFT-t, mert Barsvárosnak ugyancsak egy személyes KFT-je lenne, és ugyanebben a helyzetben lennénk, csak nem ebben az összeggel, ami itt van, hanem ennek a durván 5-szörösével, 10-szörösével. Na most én úgy gondolom, hogy ebbe azért nem kell belemennünk. Ha meg nem ezt tesszük, akkor ugye a fürdővel van baj, de beszéljük ezt át nyíltan. Ha már egyszer ennyire éles a helyzet, akkor beszéljük át nyíltan, hogy a fürdő az ugye nem nyereséges. A fürdő összességében nem lesz nyereséges, nem is lehet. Ebben az országban nincs nyereséges fürdő, amelyik mellette más szolgáltatást nem tesz, amelyiknek nincs szálláshelye, nem üzemeltet kempinget, stb. Ezt próbáljuk megoldani. De uraim, hogyha már egyszer kritizálunk, akkor tegyünk le javaslatot. Ha nem tudunk javaslatot letenni, akkor próbáljuk átgondolni, hogy az, ami most van, az kezelhető-e átmenetileg, vagy nem kezelhető, vagy ennél sokkal több pénzből lehetne kezelni ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ezen kellene gondolkodni. Köszönöm szépen, megadom a szót még egyszer ugye Nuszpi Árpád képviselő úrnak, és innentől kezdve én válaszolni nem fogok, mert lezárom az ügyet. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, csak egy mondat. 4 éve letettem a javaslatot, és 4 év alatt nem sikerült azt elérnem, hogy leüljünk és megbeszéljük a javaslataimat. 4 éve letettem a javaslatot az asztalra, és voltam olyan minden hájjal megkent, hogy szétküldtem a javaslatot, tehát nem lehet letagadni. 4 évvel ezelőtt, most is el lehet olvasni, nagyon szívesen elküldöm most is, amit 4 évvel ezelőtt leírtam. Nem tudtam a polgármester úrnál elérni, hogy csak üljünk le és beszéljünk róla. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt a javaslatot valóban megkaptam, elolvastam, pár szót beszéltünk róla, kivitelezhetetlen. Ugye ugyanaz a baja, amit idáig nem kaptunk meg a turizmus fejlesztésbe. Ugyanaz a baja, annak a javaslatnak is. Hát lehet, hogy nem így, akkor vitatkozhatunk róla ebből, de nem testületi ülésen. Én úgy gondolom, hogy leülünk sok mindenben, a képviselő úr nem hozta azt, egyszer hozta, egyszer tárgyaltunk róla, én emlékszem, és akkor én ezt akkor is elmondtam ezt, hogy ez így kivitelezhetetlen. De ez az én véleményem, és ugye nem is a napirendi pont lényege. Szalai Balázs alpolgármesternek megadom a szót. A szót polgármester úr, szeretném kijelenteni, hogy nem kritizáltam. Én egy felvetést tettem, megpróbáltam, hogy más szemszögből is próbáljunk meg rátekinteni erre az egészre. De ha a polgármester úr ezt kritikának nézi, akkor én nagyon szomorú vagyok. Köszönöm. Köszönöm szépen, én nem kritikának véleménynek vettem, csak a vélemény mellé a javaslatot nem látom hosszú ideje, és ugye a vélemény a javaslattal kevés. Javaslat nélkül kevés, megoldási javaslat nélkül. Azt pedig nem láttam az alpolgármester úrnál. Más jelenkezőt nem látok, szavazás következik. 2 darab szavazás lesz a napirendi. Tehát akkor szavazunk a határozati javaslat első részéről. Köszönöm szépen. 8 igen, 2 tartózkodással a képviselőtestület
támogatta. Elfogadta. A második határozati javaslat második részéről fogunk szavazni. Nyolc kettő ugyancsak támogatás. Köszönöm szépen. Barcsváros önkormányzata képviselőtestülete, mint a Barcsváros befektető beruházó korlátolt felelősségű társaság alapítója, egyedüli tagja, jóváhagyta a társaság 2017 évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege 3 593 000 forint, a mérleg szerinti eredmény mínusz 2 769 000 forint veszteség, mely az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra. A testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóra, valamint a könyvvizsgálói záradékra vonatkozó letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségnek a jogszabályokban meghatározottak szerint tegyen eleget. A képviselőtestület a könyvvizsgálónak a vállalkozás folytatásának alapelve vonatkozásában tett figyelemfelhívása, valamint a KFT felügyelőbizottsága javaslata alapján elrendeli a KFT további működtetése lehetőségének megvizsgálását és annak eredmények képviselőtestület elé terjesztését legkésőbb 2018. december 31. napjáig. Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Szünetet kérnek, többen jött. Szünetet? Jobbról, igen. Jobbról, jó. Balról. Lehet. Akkor mondjuk félig 15 perc szünet, jó? Képviselőtársaink, folytatnánk ülésünket a 5-ös napirendi pontunkkal. Az önkormányzat 2017 évi ellenőrzési jelentése. Az anyagot mindenki megkaphatta, megismerhette, bizottságok tárgyalták. Jogi Egészségügyi Bizottság véleményét kérném. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az előterjesztés megtárgyalta a bizottságunk, és a jelentést 5 igen szavazattal egyhangulag elfogadásra javasoltuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és 5 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen a bizottsági véleményeket. Kérdem képviselőtársaimtól, hogy az anyaggal kapcsolatban kérdés. Jelenkezőt nem látok. Vélemény? Jelenkezőt itt sem látok. Szavazzunk. Kérem képviselőtársaim, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen, egyhangú. Jegyzőasszony, parancsolj. Barcsváros képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2017 évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését. Köszönöm szépen. 6-os napirendi pont következik. Beszámoló a 2017 évi költségvetés végrehajtásáról. Bizottságok tárgyalták, jogi egészségügyi bizottság véleményét. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, és a határozati javaslat 1-es 2-es pontját, valamint a rendelettervezetet egyaránt 5 igen szavazattal egyhangulag elfogadásra javasoltuk a képviselőtestület számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Oktatási, Művelődési, Sportbizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, bizottságunk is megtárgyalta a beszámolót, és a 3 határozati javaslattal kapcsolatban az első kettőnél 5 igen és 1 nem szavazattal fogadtuk el, a harmadiknál pedig 5 igen és 1 tartózkodással. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság véleményét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület! A bizottság a beszámolót megtárgyalta, és a határozati javaslat 1-es és 2-es pontját 5 igen szavazattal egyhangulag támogatta, a rendelettervezetet szintén 5 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen a bizottságok véleményét. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a beszámolóval kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok. Vélemény? Jelenkezőt itt sem látok. Szavazás következik. Kérem, szavazunk. Ez az 1-es pont. Köszönöm szépen. Egy nem szavazatta, tulajdonképpen támogatta a határozati javaslat 1-es pontját a testület. 2-es pontról szavazunk. Kérem, szavazunk.
Köszönöm szépen. Ugyanaz az eredmény, egy tartózkodással. Egy nem volt. De itt most tartózkodás volt, nem? Az elsőnél nem, most pedig tartózkodás. Bocsánat, rosszul láttam a színt. Ja. És a rendelet. Igen. A másik pontban... A rendelet. Értem, hogy aki a rendelettel... De hát arról kell szavaznunk? Kell, persze. Persze. Tehát a rendeletről fogunk szavazni, kérem képviselőtársaim, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, egy tartózkodással szintén. Képviselőtestület Barcsváros önkormányzata 2017 évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. A testület az önkormányzat intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadta. A zárszámadási rendelet a Barcsváros honlapján megtekinthető mindenki számára. Köszönöm szépen. Hetes napi rendi pont következne. Beszámoló a Barcsi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Előadó Balázsné dr. Vástyán Kriszta. Bizottságok tárgyalták, jogi, egészségügyi, szociálpolitikai bizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadta, egyetértett vele, öt igen szavazattal javasolta a képviselőtestület számára elfogadásra is. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Oktatási, művelődési, sportbizottság véleményét kérném. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak, bizottságunk is megtárgyalta a beszámolót, és hat igen szavazattal egyhangulag támogatjuk, javasoljuk a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, tanácsnak asszony, pénzügyi városfejlesztési bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a bizottság a beszámolót megtárgyalta, és öt igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen a bizottsági véleményeket. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a hetes napi rendi ponttal kapcsolatban. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt itt sem látok, szavazás következik. Kérem, szavazunk. Köszönöm szépen, egy hangú. Barcsváros önkormányzata képviselőtestülete a Barcsi Polgármesteri Hivatal 2017 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Köszönöm szépen. A 8-as napi rendi pontunk következik. Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások bérletéről szóló 17/2-11-8-05, valamint az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2013-as önkormányzati rendelet módosítása. A címe: Jogi Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Tisztelt polgármester, tisztelt testület, megtárgyaltuk az előterjesztést, és a rendelet módosításával öt igen szavazattal egyhangulag egyetértettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottsági véleményt. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy kérdés a 8-as napi rendi ponthoz. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt is sem látok, szavazzunk a rendelet módosítására. Köszönöm szépen, egy hangú. A 9-es napi rendi pontunk következik. Az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendéről szóló 2/2010 második hajtó kormányzati rendelet módosítása. Bizottságok tárgyalták, jogi, egészségügyi, szociálpolitikai bizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ezt az előterjesztést is megtárgyalt a bizottságunk, és a rendelet módosítást öt igen szavazattal szintén egyhangulag támogattuk. Köszönöm.
Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság véleménye. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület! Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és a rendelet módosítását 5 igen szavazattal egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimtól kérdezem, hogy vélemény, vagy kérdés, bocsánat. Jelenkezőt nem látok, vélemény. Jelenkezőt itt sem látok. Szavazás következik. Köszönöm szépen egyhangú a rendelet módosításának elfogadása, és innentől kezdve zárt ülés. Zárt ülést rendelek el a következő napi rendi pontokhoz. Ismertetném a képviselőtestület zárt ülésen hozott határozatait. A képviselőtestület lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére történő felvételről döntött egy fő esetében. A képviselőtestület döntött Barcsvárosért kitüntető címek adományozásáról a kitüntetettek részére, a kitüntetések a városnapján lesznek átadva. A képviselőtestület döntött a közbeszerzésekről szóló 2015 évi 143-as törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzési szabályzata rendelkezései alapján az Interreg Magyar-Horvát Együttműködési Program 2014-2020 keretében a Barcs-Dráva-Tamási közötti szakaszon kerékpárút kiépítése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást név szerinti szavazással a beérkezett ajánlatok további értékelése nélkül a KBT 70 szakasz egybekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezettel szemben valamennyi ajánlattevő magasabb ajánlatot tett. Felhatalmazta a polgármestert az eljárás lezárásáról szóló hirdetmények és tájékoztatók kiküldésére és hivatalos értesítőben történő megjelentetésére és arra, hogy folytasson le tárgyalásokat a tervezővel és a projektmenedzsmenttel a projekt műszaki tartalmának felülvizsgálatára és a rendelkezésre álló fedezet és beérkezett ajánlatok árainak figyelembevételével új műszaki tartalom kialakítására és új közbeszerzési eljárás előkészítésére. Köszönöm a figyelmet!